estét kívánok, kedves nézők! Önök a Weekendet látják, mai műsorunkban is nagyon sok érdekes témával és nagyon kellemes vendégekkel várjuk Önöket, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk. Első vendégünk Szabó Dénes, Liszt, Kossuth és sok-sok díjas karnagy, a Cantemus kórus család tulajdonképpen a megálmodója, az én egykori tanárom, és hát nagyon nehéz úgy beszélni tanár úrra, hogy ne Dénesbának szólítsam, úgyhogy ezt a nézők szerintem nézzék el nekem, hiszen pici korom óta tulajdonképpen én is a Kodály módszer szerint éltem és nőttem fel, és szívtam magamba, mint az anyatejet, ezt a fajta zenei kultúrát. Azt gondolom, hogy az életem legnagyobb ajándéka, hogy az akkor még négyes számú általános iskolának voltam a tanulója. Hát Dénes Bá, gyakorlatilag én egykori diákként úgy érzem, hogy se szeri, se száma a díjaknak, a serlegeknek és az elismeréseknek, és szinte minden olyan nagy kitüntetést, amelyet ma valaki megkaphat Magyarországon, tanár úr már a vitrínben tart. Most ugye egy újabb elismerést kapott, mégpedig a Tőkés díjat, most adták át a hétvégén, számított erre a kitüntetésre? Nem ismertem ezt a díjat. A kuratórium elnöke keresett meg engem nagy izgalommal, hogy mit szólnék én ehhez hónapokkal korábban. Ő akkor még csak azt kérdezte, hogy ha úgy adódik, akkor van-e ellene kifogásom, vagy nincsen kifogásom. És aztán valamikor a tavasz folyamán, vagy a nyár elején boldogan értesített arról, hogy a kuratórium egyértelműen, egységesen, boldogan megszavazta ezt a díjat. Gondolom azért is, mert némi lokál patriotizmus volt bennük, és hát azt újra és újra elmondták, hogy az első olyan, aki Szabolcs-Szatmár megyéből ezt megkapja, és hogy ez nekik milyen külön boldogság. Számítanak még ezek az elismerések? Vagy a közönség szeretete, a gyerekek szeretete, az tulajdonképpen mindent vész, és ezek már gyakorlatilag csak egy olyan kis pillérei ennek a szakmai életútnak, ami azért mondjuk jól esik tanár úr számára. Nem látok különösebben nagy különbséget abban, hogy amikor a díjakat megkapja az ember, hogy ezt úgy magába elkezdje rangsorolni. Annyit tudok, hogy mindig nagyon zavarba vagyok a díjaktól, mindig, hogy mondjam már, ilyen elszámolásra kötelez, hogy most akkor én megérdemlem ezt a díjat, miért kaptam, mit kell ezután tennem, mit várnak el tőlem, mint díjazottól. Úgyhogy ebben az esetben is a meglehetősen, hogy mondjam, feszülté tette a dolog meg. Szóval nem könnyű lélekkel megy oda az ember. Aztán mindenféle szépet ott elolvasnak, hogy miért adják ide a díjat, akkor meg még inkább zavarban van az ember, kint ül ott egy széken, és akkor közben mondják, hogy ilyen aranyos, meg olyan jó. Hát ennek a fele igaz természetesen, a többit meg én titkolom, hogy az ne legyen, de mégis a nagy közönség előtt egy ilyen szembesítés az nem egy könnyű penzum. De hogy valamilyen módon érzékeltessem, hogy a díj azért mégiscsak a számomra egy fontos dolog, ezért ráérő énekkarosok egy része eljött velem, és az ő műsorukkal meg is köszöntük a hálás közönségnek, mint ahogy utóbb kiderült, ők ezt rendkívül jónak találták, és nagyon jónak. Kicsit hosszú volt az egész szertartás, és ez az énekkar többszöri, tulajdonképpen spontán megszólalása tulajdonképpen pergőbbé tette ezt az eseményt. Mindenképpen emlékezetessé. Hát ilyen emlékezetes esemény volt nemrégiben a tanár úr születésnapja, a 70. születésnapja, amin ugye ott lehettem, és az is egy hatalmas élmény volt szerintem mindenkinek. Én annak örültem, hogy végre egy olyan születésnap, illetve egy olyan alkalom, amikor úgy méltatnak valakit, hogy ott van, és hál' Istennek él egészséges, és még ki tudja, hogy hány évtized áll előtte. Tehát mi magyarok valahogy inkább már csak akkor szoktuk elismerni a nagyjainkat, amikor már sajnos ugye nincsenek közöttünk. Az pedig hihetetlen, hogy tanár úr 70 éves, és hogy ezt évtizedek óta csinálja. Szerintem valamennyi diákja úgy van vele, hogy egyszerűen csak azt látjuk, hogy picit talán őszebb a haja, mint néhány évtizeddel ezelőtt volt. Hát néhány szál van, már ma reggel is láttam, vagy kettőt. Gondoltam, kihúzom, de aztán mondom, lehet, hogy ez így nem baj, ha így marad. Egyszer arról beszéltünk, hogy ugye ez olyan, mint egy szellem,
ami elszabadul a palackból, és utána nagyon nehéz már ennek a szellemnek tulajdonképpen parancsolni. Tehát az a fajta erő és az a hírnév, ami ugye már több évtizede elindult itt Nyíregyházán, és szerte a világon ismerik, nem csak a Kodály módszert, hanem tényleg ezt a kis városkát is, és tanárurat, az már-már akkora erő, aminek nagyon nehéz, nem is tudom, parancsolni, vagy nagyon nehéz terelgetni. Mi a cél most így lassan 2020 környékén, hogy újabb országokban ismerjék meg ezt az énekkart, illetve a kórusokat, vagy megmaradni azon a színvonalon, ahová eddig eljutottak? Az újabb országok természetesen jelen vannak. Vannak visszatérő országok, vannak újabb országok, ez nekünk tulajdonképpen azt gondolom, hogy kötelességünk. Az állam bőkezű támogatása fejébe elvárja tőlünk. Ennek mi azért szerintem igen jól megfelelünk. Időnközönként elmegyünk egy-egy versenyre, azokat úgy rendszerint megnyeri az énekkar, és akkor mindenki nagyon csodálkozik, hogy újra és újra, szinte már félve eltik ki ezeken a helyeken a Kántémusz nevét, mert bármelyik csoportja megy, promózik a Kántémusz vegyeskar, ifjúsági vegyeskar, ezek mostanában tulajdonképpen a világ élvonává tartozó énekkarok, és a magyar zenei oktatás korábbi évtizedeinek köszönhetően, Kodály módszernek köszönhetően, a tradíciónak köszönhetően tulajdonképpen képesek is arra, hogy ezt alapvetően mindig magas színvonalon csinálják. Ebben nincs gond, ez kétségtelen így van. Gond avval van, hogy mi ennél egy kicsit többet akarunk. A szakmai körökben igen jól ismerik az énekkart, és nagyon sokat foglalkoztatják, hívnak bennünket Budapestre. Viszonylag messze vagyunk Budapesttől. Budapest tőlünk egy kicsit messze van, akarom javítani a beszédemet. Ebben a hónapban két hét alatt háromszor volt a énekkar Budapesten, és ez azért mégiscsak úgy van, hogy ez egy 8 órás munkaidőt jelent, úgyhogy benne van egy ilyen nagyon izgalmas és nagyon fölfogozott, mondjuk másfél óra, ami a koncertet jelenti. Ezt igazából amatőr szinten, amatőr megbecsülése, nem szinte amatőr megbecsülése, az évtizedeken keresztül nem biztos, hogy ezt lehet csinálni, ezért az alapító szándéka szerint, vagy az első kapavágásokkor azért azt fektettük le, hogyha egyszerre nem is tudja megcsinálni a város anyagi megfontolásból, minden évben ennek növekednie kell. Most újra tárgyalásában vagyunk ebbe a kérdésbe, egyre több főállású énekesre van szükség ahhoz, hogy ezt az évi 150 hangversenyt többnyire nem Nyíregyházán, hanem a Nyíregyházától távol, gyakran hétvégén, családot otthon hagyni, szóval ehhez azért kell egy professzionista, igen, vérezés is, hogy valakinek ez főállású foglalkozása lehessen. Mi most úgy látjuk, hogy megint nagyon izgalmasan alakul a dolog, mert meglehetősen nagy létszámmal dolgozunk. Az előírás az lenne, hogy 12 főállású dolgozója legyen ennek az intézménynek, miközben több mint 300 énekessel végezzük a dolgunkat. De ők nem fizetett énekesek, ők alapvetően lelkesedésből, ügyszeretetből, hát kicsit öntő módon a saját élményeik miatt csinálják ezt. Ezt a 350 embert mozgatni, terelgetni, fölkészíteni, ez nem egyszerű dolog, de most az ifjúsági énekkar és a felnőtt énekkar több produkcióra együtt készül, és amit hallunk, az egyszerűen lenyűgöző, az elképesztő, hogy ez mit tesz, amikor egy ilyen próbán már 90-en énekelnek a vegyes karba, és hát nagyon lelkesen tudom mondani, hogy ez szinte világcsodája, hogy mi ezeket a fiúkat meg tudjuk tanítani énekelni. 7-ben, 8-ben ezek a fiúk már olyan színvonalon énekelnek, hogy egyszerűen lenyűgöző. És nem idétlenek, mint ami ebbe a kamaszkorban szokott lenni, hanem vállalják hangjukat, és meglehetős magabiztossággal csinálják. Hát sajnos az időnk elfogyott, tanár úr, azt gondolom, hogy ez a hosszú élettitka ebben a fajta katarzisban való nap mint nap való megmerítkezés vagy fürdőzés, meg hát az
a sok-sok szeretet, ami azért visszasugárzik a nézőkből, a gyerekekből, akár itt Nyíregyházán, akár a Kodály Zoltán általános iskola falai között, akárhol a világ, bármelyik koncerttermében. Úgyhogy ehhez kívánunk nagyon sok sikert, nagyon jó egészséget, és szívből gratulálunk ehhez a díjhoz. Reméljük, hogy lesz még hely a vitrínben a többinek is, ami még várat magára. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi pedig folytatjuk, még pedig egy kis költészettel. A Móricz Zsigmond Könyvtár Költők Egymás Közt című programjának legutóbbi vendége Kis Judit Ágnes és Kürti László volt, stábunkint járt. Erről láthatnak most egy összefoglalót. Kis Judit Ágnes magyar és drámaszakos tanár első kötete 2006-ban jelent meg Irgalmas Vérnő címmel. Munkásságáért az elmúlt években Junior Parnassusi díjat, Mozgóvilág Nívó díjat és Artisius Irodalmi díjat, 2012-ben pedig József Attila díjat kapott. Kürti László az érdeklődőknek elmondta, hogy a költőnő irodalmi indulása robbanásszerű volt. Kis Judit Ágnes az esten mesélt arról, hogyan születnek a versei, elmondta, szerinte miért fontos a szerelem a versíráshoz, és arról is beszélt, hogy a művészet segít túlélni a nehézségeket. Nem érzi hátránynak a pályán, hogy nő és élvezi a nőiségét. Ez a műveiben is tükröződik. Készülőben van egy gyerekkönyvem, mert hogy én anyuka lettem, és azért ez Laci rá is kérdezett, hogy hogyan hat az írásaimra. Hát így, hogy a kislányomnak mondott mesék most meg is fognak jelenni. Van egy majdnem kész verses kötetem, amit igazából már csak szerkeszteni kell. Most jelent meg egy nagyobb méretű regényem a Könyvhétre, és valahogy annyira jó olvasói visszajelzéseket kaptam, hogy ez felbátorított arra, hogy a további próza ötleteimet is megpróbáljam megírni, úgyhogy van bőven tennivalom. Tanárként és anyukaként hogyan van időd, és mikor van időd arra, hogy írjál? Leginkább sehogy. A regénnyel kapcsolatban is, mert hogy ugye idén jelent meg, mindenki azt gondolja, és kaptam a leemelt kalapokat, hogy hát kicsi gyerek mellett, ugye még nincs 3 éves a lányom, kicsi gyerek mellett hogy tudtál nagy regényt írni, és mondtam, hogy nem, ez az a regény, amit még pont úgy fejeztem be, hogy nem voltam várandós, és ami a regény elkészülésétől a megjelenéséig tartott ilyen szerkesztési utómunkák, ezt tudtam már csak anyukaként megcsinálni. Nem tudom, nagyon kell, főleg a prózánál folyamatosan erőltetni azt, hogy az ember időt szakítson rá. Hát igazából napi szinten kéne, én egyelőre hetente egy napot tudtam úgy kiszakítani, hogy na akkor ez van a bevásárlástól kezdve a hétköznapi elintézendőkön át az írásig, ez az egy napon van, muszáj. Ha van időd olvasni, akkor kiket szeretsz olvasni? Szívesen, nagyon szívesen olvasok kortárs prózát, és ebben nem az van benne, hogy én magam az írótársakat keresem, vagy az ő stílusokat, hanem tényleg az az, ami elbűvöl, mostanában sokkal inkább, mint a klasszikusok. Nagyon szeretem Grecsó Krisztiánt, most olvastam Szabó T. Annának a töréstesztjét, legfrissebben Jászberényi Sándortól a Lélek legszebb éjszakáját, amiről nem sokára recenziót is kéne írnom. Úgyhogy hát, ha csak a személyes ismerőseimet próbálom figyelemmel követni és olvasni, már akkor is iszonyú magas könyvtornyok állnak előttem. Az elmúlt években az olvasók a Kürti László vezette rendezvénysorozaton találkozhattak többek között Térei Jánossal, Szabó T. Annával, Kemény Istvánnal, Jónás Tamással és Tóth Krisztinával is. A szerzők nem csak Nyíregyházán, hanem Máté Szalkán is részt vesznek beszélgetéseken, és az Esze Tamás Gimnázium rendhagyó irodalomóráin is. Most már olyan hagyománya lett nálunk a rendhagyó irodalomóráknak, Esze Tamás Gimnázium számára, és a diákai számára, most már az van versenyben, hogy akkor ki volt eddig a legjobb, ki tetszett a legjobban, és miért, és most nagyon nagy örömmel és vastapssal zártuk a rendhagyó irodalomóránkat, közel 300 gyerek ült lent, és élvezte végig a felolvasásokat és a beszélgetést. Én azt látom, hogy nálunk egy nagyon komoly ilyen értelmű szellemi műhely alakult ki. Nagyon tetszik az, hogy a kollégák és a vezetőség is teljesen pozitívan áll a dolgok mellé, és tudják fogadni és befogadni a kortárs irodalmat.
Látszik esetleg a diákokon, hogy többet olvasnak, vagy mást olvasnak azóta, amióta kortárs szerzőkkel van alkalmuk találkozni? Ugye mindenki ott van a net, a telefon, és rögtön rákeresnek, hogy most akkor ki is jön, miket ír, stb. És ennél fogva már mindenképpen egy ilyen előhangolódás. Nem beszélve arról nyilván, hogy a magyar óráikon a kollégák azért már előkészítik a terepet, és nyilván utólag is át kell beszélni jó néhány kérdés, hiszen vannak olyan versek, amelyek nyilvánvalóan felkavaróak, és akkor ezeket hova kell tenni, hogyha most líra, akkor mit keresztben nem például egy-két csúnya szó például, hogy ennek hol van a helye, vagy van-e helye ebben az irodalomban. Tehát, hogy akkor ez ne valamiféle nem tudom, kritikai megítélés alá essen, hanem akkor lássuk meg a helyét, hogy például mikor és miért kellhet használni néha olyan szavakat is, amelyek azt gondolnánk, hogy nem félre bele mondjuk éppen a lírába. A Költők egymás köt című sorozat novemberi vendége, a Magyar Írószövetség elnöke Szentmártoni János lesz, tavasszal pedig a tervek szerint Hály Jánossal és Lackfi Jánossal találkozhatnak majd az irodalombarátok a Móri Zsigmond megyei könyvtárban. Egy fantasztikus szülinapra várunk mindenkit, mégpedig a Sunshine Rádió szülinapjára, ami most egészen különleges lesz több szempontból is. Balogh Béla ügyvezető igazgató, és az én egykori szeretett kollégám ül itt velem szembe, és jókat mulatunk, mint a nyugdíjasok azon, hogy mennyi hülyeségen vagyunk már túl. És most ugye csupa érdekes és új hírrel érkeztél. Én figyeltem az óriás plakátot, és egyrészt azt hittem, hogy valami időzavarba vagyok, mert hát azért valljuk be, hogy ez a szülinap nem ilyenkor szokott lenni, általában nyár végén tartjátok, és azért most már benne vagyunk az őszben. Úgyhogy légy szíves, magyarázd meg, hogy mi ez az egész, ami most a Sunshine Rádió körül van. Hát nem olyan bonyolult ez a történet, nyilván egy pici csúszás, körülbelül egy hónap csúszás van az eseményekben. Ennek több oka van. Ez egyik az, hogy a Vidor Fesztivállal mindig egyben volt ez az időpont, a mi születésnapunk, és ugye ez két hétvégét is érint a Vidor Fesztivál. Egyik hétvége sem volt alkalmas, hiszen a Vidor Fesztivál szervezőivel sokat egyeztettünk, és láttuk, hogy több olyan könnyűzenei előadó van, akik nagyon-nagyon-nagyon jók és népszerűek a mi hallgatóink körében, és nyilván nem akartuk, hogy ez a két esemény így egybeessen, és meg kell osztani a közönséget. Továbbá a rádió is éppen egy költözésen esett át, hiszen most már a Szabadságtér 11 számát a szakszervezetek házának 5. emeletén vagyunk találhatók, és 11 év után új helyre költöztünk. Én azt gondolom, hogy ez igazán minden rádió életében, meg minden médium életében egy nagy esemény, hiszen technikai és a szerkesztőség átpakolása is, ez egy húzamosabb időt vesz igénybe. Így hát ez is eltolódott egy picit az augusztusba, már nem volt idő rákészülni a születésre, napra, valamint az előadók többsége már lekötötte magát augusztus végére, és vannak olyan előadók, mint ilyen például a Velhelu, akik nem szívesen lépnek fel, sőt egyáltalán nem lépnek fel ingyenes rendezvényeken, csak zárt helyi, ilyenkor már zárt helyi, vagy elkerített és belépődíjas rendezvénye, tehát nyilván szerettünk volna hozzájuk is igazodni, hiszen azért Magyarország egyik legnépszerűbb előadójáról van szó. Hát nekünk pedig van egy fantasztikus kontinentál arénánk, úgyhogy azt gondolom, hogy azt megtölteni is egy fantasztikus logikusan adódott, hiszen szeptember elején már az iskolára készülnek a családok, így nem akartuk ezzel még tovább terhelni őket egy ilyen rendezvénnyel, és olyankor mindenki inkább iskolalázban ég, meg a szabadságról visszajövve már a munkahely új kihívásai elé néz. Így szeptember vége, 29-e, ez egy pénteki nap, zárjuk le együtt majd a szeptembert. Azt láttam itt az egyik közösségi oldalon, hogy az is egy hagyomány, ugye, hogy mindig megválasztjátok a Sunshine szépét, és hát akkor még javában sütött a nap, a strandon a lányok ugye fürdőruhában mutatták meg a bájaikat, és azóta már volt egy második forduló is, gondolom, hogy most is a hagyományokhoz híven a szép lányok is megmutatják magukat majd itt a színpadon, a Continental Arénában. Azért egy picit a fiúknak valami kedvcsinálót mondhatsz, hogy milyen volt a mezőny. Hát nagyon jó a mezőny. Kommunikációban egyébként soha nem volt ennyire erős, tehát hogyha beszélgettek ezt, ha valaki hallgatja majd a Sunshine-t, ma reggel is, tegnap reggel is volt, tehát a héten is minden nap
ugye bemutatkozik egy-egy lány, nem csak a reggelben, más műsorsávokban is, és itt lehet hallani, hogy nagyon felkészültek, nagyon jól kommunikálnak, intelligensek, értelmesek, és tehetségesek is, ráadásul jól is néznek ki, egyre jobban, teszem hozzá, hiszen amit említettél, még a strandon az a nyár közepe táján volt, illetve én még júniusban is találkoztam velük, amikor először minden jelentkezőt összehívtunk, és hát hihetetlen változásokon mennek át a lányok. Mi történik közben? Hát közben nagyon sokat például edzenek, tanulnak, járás technika órájuk van, sokat beszélgetnek, sok fotózáson részt vesznek, hiszen szponzoroknál fotózkodnak, portfólió készül mindenkiről, stb. Tehát, hogy többet találkoznak a sminkesekkel, a stylisttal, és akkor ezáltal nyilván ők is elsajátítanak milyen megjelenéssel kapcsolatos dolgokat. Azt hittem, hogy tudod, 11 évvelhez képest, mert egyre szebbek, mert te öregszel, és most már egyre nekem szebbek. Most már igen. Most már. Szóval nyilván pár nap is számít, és a lányok is egyre profibbak. Hogyne, tehát itt azért hónapokról beszélünk, tehát majdnem 2 hónap lesz, de most az Onyx Casino-ban például megláttam fürdőruhában némelyik lányt, hát meg voltam lepő, le van szákásodva, le van fogyva, edzenek, tehát hogy tényleg készülnek, ők komolyan veszik ezt a versenyt, de úgy gondolom, mivel ez egy rangos esemény, nem is baj. Sok minden ugye változik, de hát a frekvencia az ugyanaz, 99,4, és azt gondolom, hogy a színvonal is ugyanaz, amit azért most már lassan több mint egy évtizede ugye próbáltuk tartani. Itt az előbb a képzőművészetek kapcsán arról faggatóztam, hogy van-e még új a nap alatt a rádiózásban. Mennyire nagy változás történt mondjuk itt ez alatt a 10 esztendő alatt? Történt. Nagyon dinamikus azért ez a változás. Amellett, hogy a rádiózás azért az egy megkövetel egy nagyfokú kiszámíthatóságot, állandóságot. Tehát te, ha bekapcsolsz egy rádiót, nyilván fogod tudni, hogy ott körülbelül milyen zene szól, milyen célcsoportnak szól a zene, és fogod tudni azt is, hogy várhatóan ki az a hang, aki ebben a műsorságban van, és te szereted, és te kiezel. Sőt, fogod tudni azt is, hogy milyen ütemben, milyen intenzitással kapod a híreket, az információkat. Tehát egy rádiónak kiszámíthatónak kell lenni, és ezen belül kell mindig napról napra megújulni. Nyilván ez hozzátartozik, hogy a műsorvezetőknek olyannak kell lenni, némi fluktuáció nyilván volt az elmúlt 10 évben is, tehát igyekszünk folyamatosan megújulni, de ez elsősorban azért a hangzóanyagokban, az arculatunkban, tehát a spot arculatban, tehát ezekben jelenik meg jobban, valamint technikába nyilván, tehát sokkal másabb technikát használunk, újabbakat, és ezáltal gördülékenyebb az adás, mert jobban összemixelhető, folyamatosabbnak tűnik, és már hagy ne menjek be a részletekbe, hiszen a hallgatónak ez csak az, ami a csövön kijön, a végén a frekvencián keresztül az a mérvadó, és attól érzi azt, hogy ez egy vidám, pörgős, ugyanakkor nagyon impulzív, és ugyanakkor informatív rádió. Na, drága Bilám, hogy meghívunk egy egész estés beszélgetésre, mert most akartalak kérdezgetni arról, hogy mennyire fontos ugye mégis az ember, meg maga a mondani való, de hát egy percünk van, és még nem beszélgettünk arról, hogy kik lesznek a legnagyobb durranások ugye ezen a bizonyos szülinapon. Majd balterezünk műsoridőt a tévében. Jó, rendben, továbbítjuk, illetve hát van nekünk egy közös játékunk is, tehát akár belépőt is nyerhetnek a nézők, úgyhogy erről is egy pár szót kellene beszélgetni. Hát a játékról nem tudok, de ja, már nem sokat mondani, azt te majd elmondod, én nyilván a nyereményjegyeket biztosítjuk erre az eseményre, ez 29-én és 18 órától van kapunyítás, és szinte ezzel párhuzamosan el is indul a színpadon, elindulnak a történések. Remélem senkit nem hagyok ki a sorból, de azért itt lesz például Hamkoham, akik népi vonulattal is nagyon népszerűek a mostani tinik és fiatalok körében is, de a New Level Empire-t sem kell bemutatni, akik szinte bármelyik külföldi slágerlistán is megállják a helyüket, valamint a hősök, akik az R&B műfajt képviselik, illetve az Irigy Hónajmirigy, azért az idősebb korosztálynak ők sem ismeretlenek, de a mai előadókat ugyanúgy átdolgozták, ugyanúgy megnevettetik a nézőket és a hallgatókat, valamint az UFO, aki a régi slágereket újra keverte, a Fall of the Flow az egy feltörekvő csapat, hasonlít egy kicsit a stílus a Well Hello-ra és a Halott Pénzre, és ugye itt lesz a Well Hello, valamint Will Cox, mint DJ, aki a tavalyi év felfedezettje volt,
és a Sunshine DJ-k is, úgyhogy egészen hajnalig tart majd a mulatság. Hát azt gondolom, hogy ez ötös, mert hogy nem, szerintem nem hagyták ki senkit. A játéknak a lényege pedig az, hogy a Kölcsei Televízió Facebook oldalát keressék, és ott minden információt megtudnak majd, és a jegyeket pedig ugye a Sunshine Rádió biztosítja erre a bizonyos eseményre, a születésnapra. Hát akkor Isten éltessen benneteket, kívánunk boldog születésnapot, és reméljük, hogy hajnalig tartó hatalmas bulival zárjátok ezt a szülinapi partit, és mi pedig folytatjuk 3 évszázad katonai viseletével. Ezt ismerhetik meg az érdeklődők Máté Szalkán. A Szatmári Múzeum újtáratának célja az, hogy egyenruhák fejlődésén keresztül bepillantást engedjen egy-egy történelmi korba, valamint a bakák mindennapi életébe. Széchenyi István egyenruhája, egy Miklós huszárnak a szabadságharcban használt öltözete, vagy az első világháború szürke, hétköznapi katonai viselet. A napóleoni háborúktól napjainkig mutatja be a magyar katonák egyenruháit a hétfőn a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban nyílt kiállítás. A tárlat kifejezetten a bakák mindennapi és háborúban használt uniformisára koncentrál, az egyéb kiegészítők, mint például a fegyverek, a csizmák, vagy éppen a fejfelük most nem láthatók. Nagyjából a napóleoni háborúktól tulajdonképpen napjainkig. Ebben vannak aztán huszár egyenruhák, itt van Széchenyi István egyenruhája, itt van egy Miklós huszár egyenruhája, amit még egy nagyon szóval is használtak. Aztán a Ferenc József időkből egy nagyon szép huszár egyenruha, aztán első világháborús, amikor már tulajdonképpen a díszektől megfosztották a ruhákat, tehát egy csukaszürke, egyszerű honvéd egyenruha, csukaszürke zubbony, csukaszürke nadrág, egy derékszíja, itt már nincsenek meg azok a szép színek, azok a szép kiegészítők, amelyek az egykori huszárruhákon megvoltak. Aztán láthatunk itt a két háború közötti időszakból egy gyalogos őrnagynak az egyenruháját. Ez szolgált egyenruha, tehát az, amit a laktanyában viselt, amit a városban hordott, de nem mondjuk egy bálba vagy egy ünnepségen, mert itt a két háború között szétvált egymástól a laktanyai ruha és a szolgált ruha és a díszruha, de látunk itt egy csendőr egyenruhát. Az a nagy kár, persze nyilvánvaló a szabónak nem az a dolga, hogy fejfedőket gyártson, mert van külön szakma, hogy a kalaposmester, meg nincsenek itt ugye a csizmák és a cipők. Tehát az a kár, hogy tulajdonképpen hiányoznak a fejfedők, mert ha azok is itt lennének, akkor lehetne igazán látni az egyenruha szépségét. Szóval egyben lenne igazán szép, de így is nagyon-nagyon csodálatos, hiszen azért egyben látni a 1800-as évek elejétől a napjainkig az egyenruhák fejlődését, és ebben vannak aztán különleges dolgok, ugye, mert van itt egy tábori lelkésznek az egyenruhája, van egy ápolónőnek az egyenruhája, van egy kis huszárnak a ruhája, szóval mindenfajta ruha, matróznak az egyenruhája, a rajtamonitorról, ugye nagyon híres volt az első világháborúban ez a monitor, és ami számomra érdekes volt, hogy megjelentnek ezek a díszek, ezek a vitézkötések, ezek a magyaros díszek a mai, vagy remélem, hogy meg fognak megjelenni a mai ruhákon. Az egyenruhák a hadviselés szerves részét képezték, meghatározó funkcióval bírtak mind a hétköznapokban, mind pedig a csatákban. Az egyenruháknak a feladata az volt, hogy ne keveredjen össze, tehát lehessen látni azt, hogy ki a harcoló alakulat. Tehát, hogyha valakit megtámad az ellenség, akkor az egyenruha jelzi azt, hogy igen, én vagyok az, aki az ellenség ellen fogok vonulni. Fordítva, ha támad valaki, akkor jelzi azt, hogy igen, én vagyok az, aki meg fogok titeket támadni. Tehát az egyenruha az egyfajta testületi szellemet is jelentett. Az egyenruha jelentett az, hogy mi együtt vagyunk, és mások vagyunk a többiektől. Tehát, ahol mi vagyunk, az egy csapat, még ez jön ugye, ami jelzi a testületi szellemet, a zászló. Egy zászló alatt vagyunk, egy zászló alatt harcolunk a másikkal szembe. Na most ez ugye az első időszakban valóban a díszes egyenruha, hogy lehessen látni azt, én is lássam, és ő is lásson engem, mert akkor még a háborúk sorsát ugye a ember-emberen harc döntött el. Az első világháborút, amikor bejönnek a gépek, és pláne a második világháború idején, amikor már se tudtuk, hogy honnan jön az ellenséges támadás, akkor pedig az egyenruhának az volt a célja, hogy rejtsen. Hogy eltűnjünk a terepen, hogy ne lássa az ellenség, hogy hol vagyunk, és hirtelen támadjuk meg, mert akkor nagyobb az esély a győzelemnek. A történész azt is kiemelte, az egyenruhák díszítései nem csupán a szépséget szolgálták, hanem gyakorlati funkciókkal is bírtak. A fém gombok és varrások, a különféle kiegészítők a harcokban a katonák védelmét is ellátták.